Kulturális és gasztronómiai programokkal zajlott a 11. Örmény Művészeti Fesztivál Gyergyószentmiklóson. A rendezvény egy része online térben is elérhető volt. A szervezők így próbálják erősebbé tenni a más országokban élő örmény közösségekkel kialakított kapcsolatukat. Szamosújvári és gyergyószentmiklósi gyerekcsoportok örmény táncokat mutatnak be a fesztivál központtá alakult közösségi ház udvarán. A szomszédságban az örmény ételek és kávé körül gyűlnek az érdeklődők. A főzésre benevezett csapatok a hagyományos angadzsábúr levest főzik. Az általunk készített étel egy saját, különleges recept alapján készült, amelyet nem szeretnék elárulni, mert titkos. Ez a recept apáról fiúra öröklődik. Nem akarok én most nagyképű lenni, de egészen más a miénk, mint a gyergyóiaké, ízbe is és méretbe is. Ugyanis a füleknél elő van írva, hogy a tésztája az 2x2 cm kell legyen. Az idei 11. fesztiválon a testvértelepülésekkel kötött kapcsolatok elmélyítésére is nagy hangsúlyt fektettek. A szórakozás hagyományőrzés mellett online térben tartotta a konferenciát más városok, megyék, örmény közösségeinek vezetőivel. Megcsiklintott minket is az online tér, nem engedtük azt sem messzire, ugyanis úgy gondoltuk, hogy ha már van egy olyan kapcsolatunk, hogy Örményország, Lóri megye, Hargita megye, illetve Gyergyószentmiklós és Alaverdi város között, mint testvérkapcsolatok, akkor ezeket vigyük egy másik szintre. Gyergyószentmiklóson mintegy 2000 ember tudatosan is felvállalja örmény identitását. Az évente megszervezett fesztivál az öntudatot kívánja erősíteni, a hagyományukat megismertetni és a közösséget összetartóbbá tenni.